Köszöntöm nézőinket! Önök a Puszta Szabolcs TV adását látják. Ha észrevételük van, írhatnak nekünk a pusztaszabolcs@tokotoyelteve.info címre. Műsorunkat megtekinthetik interneten is a pusztaszabolcs.hu oldalon, a Puszta Szabolcs TV főre kattintva. Előjáróban egy sajnálatos hírt kell közölnünk önökkel. A Puszta Szabolcs TV műsorát a helyi kábelrendszeren eddig közzétévő vállalkozás médiaszolgáltatói szerződésének megszüntetését kezdeményezte, ezért június 1-től reméljük átmenetileg csak interneten lesz látható a Puszta Szabolcs TV műsora. Ez a többi csatornát természetesen nem érinti. Mai magazinunkban először a Szabolcsi Hét című hírműsort láthatják, majd ami a hírek mögött van címen, összeállítást tekinthetnek meg a nemrégiben alakult Puszta Szabolcsi Lovas Egyesületről. Most hát, ahogy ígértem, kezdődjön hírmagazinunk a Szabolcsi Hét Máté G. Péter szerkesztésében. Köszöntöm a Szabolcsi Hét nézőit! Először következzenek főbb híreink röviden. Izgalmas napok a középiskolában. Megszúrták a kutyákat. Mentősökhöz látogattak. Rák ellen a zenével. 9 éves tűzoltó. 2 pontra a bronztól. Izgalmas napok a középiskolában. A múlt héten és e hét elején zajlottak az idei írásbeli érettségi vizsgák a Szabolcs Vezérgimnáziumban, ahol nem csak a maturálók, de a szakmai vizsgázók és a felnőtt képzésben részt vettek és beszámoltak megszerzett tudásukról. Nem úgy van, mint hogy tavaly. Csányi Kálmán, az iskola igazgatója, már megszokott módon hajnalban kezdte a napját, hogy átvehesse és az írásbeli érettségi vizsgára iskolájába vigye a központi érettségi lezárt, hitelesített dobozban található tételeit. Idén 104 érettségiző diák számolt be a középiskola 4 éve alatt elsajátított, megszerzett tudásáról a Puszta Szabolcsi Szabolcs Vezér Gimnázium szakközépiskola és kollégium kijelölt vizsganapjain. A diákok közül heten tettek emelt szintű érettségi vizsgát, ők a tantárgyak szerint kijelölt székesfehérvári iskolákban írhatták meg tesztjeiket. Sok szeretettel köszöntöm a magyar nyelv és irodalom érettségi vizsgára megjelenő volt 12. osztályos tanulóinkat, akik pénteken elbaladtak, és most idén most megpróbálkoznak a magyar nyelv és irodalom érettségi vizsgával. A Szabolcs Vezériskolában 12 tantárgy szerepelt a listán, amelyekről számot adhattak a tanulók. És hogy milyen eredménnyel, azt hamarosan megtudhatják, ugyanis a kiértékeléseket követően a 12. D osztály tanulói június 6-án, a B osztályosok 11-én, míg az A osztályba jártak 12-én szembesülhetnek végzett munkájuk eredményével. A diákoknak egy nap áll rendelkezésükre, hogyha észrevételük van a kiértékeléssel kapcsolatban, akkor azt jelezzék tanáraiknak. Az írásbeli után már lehet is készülni a szóbeli vizsgákra, de csak az a tanuló mehet szóbelire, aki az adott tantárgyakból legalább 10%-os teljesítményt nyújtott. Aki pedig elérte az írásbeli és szóbeli vizsga alapján a minimális 20%-os eredményt, az érettségi bizonyítványhoz is hozzájut majd. A szóbeli érettségikre osztályonként más-más időpontban kerül sor. Először a D-osztályosok vizsgáznak június 18-19-én, majd a B-osztályosok következnek 20-21-22-én, míg a sort az A-osztály diákjai zárják 22-én és 23-án. Ugyancsak 22-én délelőtt kerül sor a testnevelési gyakorlati vizsgára is. Az érettségivel egy időben zajlanak az iskolában a 13. évfolyamosok szakmai vizsgái kereskedelmi ügyintézői szakon, és vizsgázott az a felnőtt képzésben részt vett 12 tanuló is, akik bolti eladói képesítést szereznek a Szabolcs Vezériskolában, tájékoztatta a Puszta Szabolcs TV-t Csányi Kálmán igazgató. Megszúrták a kutyákat. Veszettség elleni eboltást tartottak Puszta Szabolcson, amire az elmúlt évinél is kevesebb gazda vitte el házi kedvencét. A kutyatulajdonosok tudják, vagy legalábbis tudniuk kellene, hogy a kutyák számtalan vírusnak, fertőzésnek kitett állatok, amelyeket védeni, óvni kell. Esetleges megbetegedésük túl azon, hogy sajnálatos, még népegészségügyi gondokkal is járhat, elég, ha csak az embere is átterjedő, akár halállal is járó veszettségre utalunk.
A megelőzés védekezés egyik, ha nem a legfontosabb lehetősége az évenkénti oltás, ami pár perces művelet és mégis újabb évre védetté teszi a háziállatot az őt veszélyeztető betegségekkel szemben. Hát most meglátjuk, mert nagyon sok a munka. Sajnos az oltás nem ingyenes, sőt egyre drágább mulatság, éppen ezért mind többen vérik úgy, nem történik semmi sem, ha kihagyják. Az idei május 11-i és 18-ai a polgármester hivatal parkolójában megtartott eboltásra, amelyen a város két állatorvosa végezte az oltást, mindössze jó, ha 400 kutyát vittek el, miközben a becslések szerint jóval 1000 felett van a kutyák száma Puszta-Szabolcson. Természetesen a beoltott ebek száma azért ennél több, mert sok gazda az állatorvosi rendelőben vagy a házánál beoltatta, és nagyon sok állat, de vélhetően így is nagyon sok állat védtelen marad. A gazdákat riasztja a 3400-5000 forint közötti oltási költség, amit tetézhet az új oltási könyv kiváltásának kötelezettsége a vele járó 500 forintos kiadással. Ahogy Ecker László puszta-szabolcsi közterület felügyelő elmondta, a kutyák nyilvántartása pár évvel ezelőtt kikerült az önkormányzat hatásköréből, ezért nem ismerik a városban tartott ebek számát. Nyártól ugyanakkor újból önkormányzati feladattá válik a kutyák számbavétele, ami sokat segíthet abban is, hogy ne maradjon Puszta-Szabolcson oltatlan állat. 125 éves idén az Országos Mentőszolgálat. Ebből az alkalomból országszerte ünnepségeket, nyílt napokat tartottak a mentőállomásokon. Így történt ez Puszta-Szabolcson is. Csütültél már mentőautóba? Igen. Csütültél? Na és miért? De most nem akarok beleülni. Nem akarsz beleülni? És miért csütültél mentőautóba? Beteg voltál? Beteg voltál? Vagy anyu, apu, ki volt beteg? 5 évvel ezelőtt kezdte meg működését a puszta-szabolcsi mentőállomás, amit a puszta-szabolcsi polgárok azóta magukénak éreznek. Ezt mutatja az is, hogy az immár hagyományos nyílt napon közel 500 látogattak el az állomásra, hogy a helyszínen ismerkedjenek a mentősök cseppet sem könnyű munkájával, a kocsik karbantartásától a riasztásokon át a mentésig. Az önkéntes mentőegyesület Kressz Géza budapesti kerületorvos kezdeményezésére 1887. május 10-én alakult meg Budapesten. A mentésügyi 1948-ig a társadalmi egyesületek kezében maradt, akkor jött létre lett a mentés állami feladat. Napjainkban az Országos Mentőszolgálat irányítja a különböző mentőszervezetek működését. Május 10-ét a szolgálat születésnapjával nyilvánították, ekkor ünnepeljük a mentők napját Magyarországon. Meg lehet nézni, esetleg be tudunk valakit kötni, ráfeküdtet a hordájra, esetleg be tudunk valakit kötni, ráfeküdtet a hordájra. Kérdésetek van? Bármilyen kérdésetek van? Jó, bármelyik kollégához fordulhattok nyugodtan, jó? Bárkit lehet kérdezni. A május 11-én reggel 8-tól délig tartott nyílt napon óvodás, iskolás csoportok és családok, valamint magánszemélyek is ellátogattak a puszta-szabolcsi állomásra, ahol a mentőszolgálat munkatársai vérnyomás és vércukorszint mérést is tartottak az önként jelentkezőknek, mondta el Královics Gábor, a puszta-szabolcsi mentőállomás vezetője. Alig ha van olyan ember, aki ne félne akár csak a szótól is, és ne rettegne a pillanattól, amikor orvosa kimondja a sokszor ítélettel azonos diagnózist. Pedig a rák ellen szűréssel, időben megkezdett kezeléssel fel lehet venni a harcot. De talán még zenével is. Egy angyalt látom, hosszú haj, fehér ruhában, csókot adok, már nem számítok a francba. Hát te küldött időségot, láttam, amit én megtettem, azt is, amit rosszul tettem, sajnálom. Rák ellen a zenével címen jótékonysági műsort rendeztek a Puszta-Szabolcsi Művelődési Házban, amelyet a Retrok Együttes hirdetett meg. Hölgyeim és uraim, nagy-nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit. És azt gondolom, hogy ez a nóta dal, nevezzük, aminek akarjuk, ez talán a szavaknál is jobban kifejezi, mint azt, amiért ma itt összejöttünk. A zenészek célja volt, hogy zenéjükkel is segítsék a Magyar Rákellenes Liga és annak puszta-szabolcsi szervezete a Napraforgó Klub tevékenységét.
Akciójukhoz csatlakozott a sérült fiatalokból álló Szászhalombattai Felhőjárok drámaszínházi produkciót bemutató együttese is, és a Pusztaszabolcsi József Attila Általános Iskola ének és zenekara. Az est fénypontja természetesen a pusztaszabolcsi kötődésű retrok együttes koncertje volt, amit a 80 fős lelkes közönség örömmel fogadott. A zenekar ezúttal is eljátszotta a kimondottan a rák ellen írt és időközben slágeri nemesedett Várj még című számot. A kétórás előadás bevételét a szervező retrok együttes teljes egészében a Napraforgó klubnak ajánlotta fel, amiből a klub a Rákellenes Liga alapszervezetek közötti kapcsolatait erősíti, de az összegből jut majd a 8 figyelmeztetőjel című, nemrégiben elkészült és a közterületekre kikerülő új plakátjuk finanszírozására is, tájékoztatott a Napraforgó klub elnöke dr. Juhász Judit. 9 éves tűzoltó. Nem tévedés. A Pusztaszabolcsi Önkéntes Tűzoltó Egyesületben gondolnak az utánpótlásra is. A gyerekek, fiatalok ugyan még igazi mentésben nem vehetnek részt, de a versenyeken már megmutathatják tudásukat. Hozzam a poharam! Jó van! A labdarúgó edzőpályát tűzoltóautók és fürgelábú gyerekek vették birtokukba, akik a felnőttek útmutatásai alapján készültek a közelgő dunaújvárosi versenyükre. A Szabadstrandon megtartandó megyei tűzoltó viadalon nem csak a gyerekek két, egyenként 10 fős csapata, bennük 9-10-11 éves ifjakkal, de 3 pusztaszabolcsi felnőtt csapat is részt vesz. Érdekesség, hogy az egyik felnőtt együttes csak hölgyekből áll, míg a 2 férfi csapat közül az egyik örökifjú öregfiúkból, vagyis 45 év felettiekből tevődik össze. A versenyzők között 60 éves önkéntes tűzoltó is versenybe száll a jó helyezésekért. A feladatok között szerepel a 800-as kismotor szerelése, az úgynevezett 800-asnál nagyobb kismotor szerelése és a váltófutás, amelynek során a staféta 7 tagja egyenként 55 métert fut. 1, 2, 3, Szabolcs Önkéntes, mi csapatunk, célunk nem csak a győzelem, segítsünk egymást a tanulásban, szabad időben, sűzoltásban. A versenyre biztosan nem mennek felkészületlenül a pusztaszabolcsi tűzoltók, hiszen a gyakorlások során egy-egy feladatot sokszor elismételtek, tájékoztatta a Szabolcsi Hét szerkesztőségét a Pusztaszabolcsi Önkéntes Tűzoltók parancsnoka Kaszás János. Kormos Kata és az ő viselt dolgai. Ezeket figyelhették a gyerekek azon a mese délutánon, amit a Pusztaszabolcsi Művelődési Házban tartottak. Jegelje, poingó, bingó, rajta ül egy ágy.
Nem új kezdeményezésről, mindössze némi változásról volt csak szó. A Kicsika programot korábban mesedélelőttként ismerték, de most a szép új művelődési házban már délután került sor a Manovár Alapítvány és a Zsiráfa Alapítvány által finanszírozott programra. A Kicsiket hivatásos budapesti bábművészek szórakoztatták Kormos Kata meséjével. A teltházas műsort nem csak óvodások, de az általános iskola alsósai közül is sokan megnézték. Magasan repülök! Jaj! Megsérült a szárnyacskám. Nekirepültem egy magas ágának. Nem tudom tovább repülni. Ki segít rajta? Csücsülj le! Valaki sír! Nézd csak egy kis pillangó! Mi történt vele? Megsérült a szárnya. A mese délutánt a két alapítvány anyagi támogatása mellett a gyerekek szülei és az óvodák munkatársai szervezték. A kicsiknek a belépés ingyenes volt, aki megéhezett az előadás előtt és utána is a büfében ehetett, ihatott, de még a zsákba macska tombolán is részt vehetett. Ezekért ugyan fizetni kellett, de a befizetett összeg jó helyre került. A zsiráfovodások május végén Agárdról hajókázhatnak át a Szúnyog-szigetre, míg a Manovár óvoda kicsinyei újudvari játékoknak örülhetnek majd. A büféből és a tombolából mintegy 140 ezer forint folyt be, ez óvodai csoportonként 14 ezer forintot jelent, amiből megvalósíthatják majd a hajókirándulást és megvehetik az udvari játékot, mondta el Bartokné Piller Magdolna, óvodaegységvezető. A madarakat és fákat sokszor észre sem vesszük. Ott állnak hatalmas lombkoronájukkal, vagy repülnek éppen előttünk, és számunkra mindez természetes. A Madarak és Fák napja arról szól, hogy létük természetes is maradjon. Madarak voltunk, földre szártunk, búza, szemmel, csípel, jettünk, hogy mennek minden, álljon. 1902-ben Párizsban az európai országok egyességet kötöttek a hasznos szárnyasok védelmében. Ez szerint minden év májusában egy napot az iskolákban arra kell szentelni, hogy megismertessék a diákokat a hasznos madarakkal. A világon először Csernel István ornitológus szervezte meg 1902-ben hazánkban a Madarak és Fák napját. A természetvédelmi törvény egyik paragrafusa szerint minden év május 10-e a Madarak és Fák napja. E nap megemlékezéseinek, rendezvényeinek a lakosság, különösen az ifjúság természetvédelme iránti elkötelezettségét kell szolgálnia. Puszta Szabolcson a legkisebbek, a legaktívabb résztvevői ejeles napnak. A város két óvodájában, a Manovárban és a Zsiráfban egy héten át zajlottak a madarakkal, fákkal kapcsolatos programok. A kicsik képeket, könyveket nézegettek hazánk szép madarairól, fáiról, majd 10-én az ünnepnapon az udvaron kialakított állomásokon a nappal kapcsolatos feladatokat oldottak meg. A kettő asztalon három-három borítékot találtok. A borítékokba különböző madaraknak a képeit lehet kirakni. Erre a feladatra összesen 10 percünk van. Az óvodák minden évben vendégül látják az általános iskola kis elsőseit is, akik ugyancsak részt vesznek a foglalkozásokon. Ilyenkor például távcsővel figyelhetik a gyerekek az óvodákhoz közeli fákokon látható madarakat, de olyan is volt, hogy valaki otthonról bevitt egy papagájt. A zsiráf óvodásai hozzászokhattak a színes szárnyasok látványához, mert az óvoda előtti kertben telente sok és sokféle madár keresi az elemózsiáját, mondta el Bartokné Piller Magdolna, a József Attila közös igazgatású általános iskola és óvoda, óvodaegységvezetője. Két pont. Csak ennyi a hátránya a tavaszi szezonban kiválóan teljesítő PSC-nek a bronzért folytatott versenyfutásban. Két jó mérkőzésen van túl a Puszta Szabolcs SC megyei másodosztályú csapata. A 6 pontosnak számító Adony elleni mérkőzésen a Puszta Szabolcsiak vendégként nyertek a rivális otthonában 2-1-es félidő után 2-1-re Györök Attila és Székely Péter góljaival. A PSC játékosai nem kevesebb, mint 6 sárgalapot is begyűjtettek az összecsapás alkalmával. Az ifik ugyanott 3-2-re nyertek az adonyiak ellen. A 26. fordulóban otthon várta ellenfelét a PSC gárdája. A Nagylók elleni 1-1-es félidő után Györök Attila 2 és a nagylóki Szabó Ervin öngóljával 3-2-re nyert a PSC a Csepecsen barátságos meccsen. Mindkét csapatban volt sárgalap és kiállítása, a Puszta Szabolcsia közül Székely Pétert küldte a bíró idő előtt zuhanyozni.
Az együttes kemény hajrába kezdett, 4 mérkőzéssel a bajnokság vége előtt 52 ponttal az 5. helyen áll a most legyőzött, jobb gól különbséggel, de azonos ponttal 4. Nagylók, és mindössze 2 pont hátránnyal a 3. helyen álló Aba Sárvíz mögött. A fiatalok csapata a Nagylók együttesét otthon 4-0-ra győzte le, és ezzel valamint az eddig megszerzett 55 ponttal jelenleg 4. a bajnoki versenyfutásban. Híreink még egyszer röviden. Izgalmas napok a középiskolában. Megszúrták a kutyákat. Mentősökhöz látogattak. Rák ellen a zenével. 9 éves tűzoltó. 2 pontra a bronztól. A Szabolcsi hétvégén megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Önök a Puszta Szabolcs TV hírműsorát látták. Ami a hírek mögött van. Puszta Szabolcson a közelmúltban alakult meg a Puszta Lovas Egyesület, amelynek elnöke Kovács Jenő. A klub labdarúgó pályán tartott összejövetelén kérdeztük az Egyesület elnökét a megalakulás okairól, terveikről. Lovas nemzet a magyar, szoktuk mondogatni nagy büszkén, miközben a nagy és kisvárosokban, de még a városiasodott falvakban élők többsége is tart a hatalmas, sokszor megriadó, emiatt kiszámíthatatlan lovaktól. Sokan csak annyit tudnak róluk, hogy a ló olyan állat, ami elől harap, hátul rúg. Mindazok viszont, akik lovat tartanak, vagy valamilyen módon rendszeresen foglalkoznak-e szép állatokkal, imádják őket, és nemigen válnának meg tőlük még akkor sem, ha tartásuk rengeteg fáradtsággal, kötelességgel és kiadással jár. Puszta Szabolcson a most alakult Lovas Egyesület tagjai mindannyian a lovak elkötelezett barátai. Hát végül is nem konkrétan az én ötletem volt, mert azért vagyunk egy páran, akik így kitaláltuk, hogy ezt össze kellene hozni. Az a helyzet, hogy eléggé kezd ez a lovas élet elavulni, aztán akik még benne vagyunk, próbáljuk egy kicsit feléleszteni. Kovács Jenő számításai szerint Puszta Szabolcson 35 ló van és 20 ló tulajdonos. De hogy fontosnak tartják a lovasgazdák az egyesülést, jól mutatja, hogy mindannyian alapítói lettek az új civil szervezetnek, amint, mint kiderült, a ló szeretete hívott életre. Végül is a ló szeretete, tehát megismertetni az emberekkel. Szeretnénk majd a továbbiakban versenyek, tehát ilyen házi versenyeket rendezni. Aztán gyereknapkor műsorokat csinálunk, tehát ilyen lovas bemutatókat, aztán kocsikáztatás, stb. Tehát ilyen rendezvényeken szeretnénk fellépni. Arra a felvetésre, hogy ehhez talán nem is kellett volna egyesületet létrehozni, elég lett volna az elhatározás, a szervezés, kiderült, hogy ha például születi felvonulást, mulatságot bált akarnak rendezni, ahhoz már jó, ha egyesületi formában teszik mindezt. A 42 éves Kovács Jenő 20 éve foglalkozik lovakkal, de miután foglalkozása buszsofőr, a lótartás igazán csak hobbi számára. Ráadásul olyan kettelés, ami rengeteg munkával és költséggel jár. 4 lova naponta sok óráját foglalja le. Egy napi 3-4 óra hossza. Tehát az etetés, ugye a takarítás, aztán ugye a foglalkozás velük, ez napi 3-4 óra. Hát reggel ugye minimum fél óra, 3-4 óra az etetés, aztán ugye kimennek a karámba, végülis délelőtt nagyjából ennyi, délbe itatás, aztán délután egy kis befogás, aztán este ugye, hát meg közben takarítás, este pedig délután befogás. Este megint etetés. Hát én ezeket vettem. Hát én szeretem a fürge lovakat. Tehát amik pörögnek. Végül is ez szerint igazából. Meg hát a magyar lovakat szeretem igazából. Az új egyesület elnöke tud lovagolni, de azt mondja, hogy a súlya miatt már nem ül fel a 4 lábúakra, kíméli őket. Sokkal szívesebben fogja kocsi elé a jószágokat, és amikor lehet, kikocsikázik velük. És hogy abban mi a jó? Hát nem tudom. Ez olyan, mint a horgászoknak a horgászat, vagy a... nem tudom. Tehát ez igazából belerögződik. Ez egy hobbi, egy szeretet. A nagyapámnak voltak lovai, de viszont pont az volt a lényege, hogy nem engedett bennünket még a közelébe se. Tehát annyira féltette őket. Jó, ő neki azok munkaeszközei voltak, tehát ő dolgozott velük. Ugye hát ezelőtt 30-35 éve, és a közelében nem engedett bennünket. Tehát szerintem lehet, hogy ezért is ragadt meg, hogy azért is lesz lova.
Kovács Jenő, ha nem is mondta ki, láthatóan fájlalja, hogy két nagyfiát, akik bár a munkába besegítenek, ha édesapjuk kéri őket, nem érdekli annyira a lóval foglalkozás, mint őt. De talán érthető is ez, hiszen éppen abban a korban vannak, amikor ki kell találniuk, megalapozniuk jövőjüket. Nagyon gyakori, hogy a családokban az édesapa hobbija nem öröklődik át a gyerekekre. Miközben a Puszta Lovas Egyesület elnökével erről beszélgettünk, a 23 alapítóval létrejött klub tagjai a labdarúgó pályán megbeszélésre gyülekeztek. Arról volt szó, hogy a város nagy rendezvényén, a Szabolcsnapokon mit csináljanak, mit vállaljanak lovaikkal. Akkor szeretnénk egy ilyen bemutatót, egy ilyen kisebb versenyt csinálni, egy ilyen házi versenyt, meg hát közben ugye fogatozunk, tehát a népet, aki óhatja, azt visszük, meg lesz adva egy bizonyos útvonal, és akkor ott lehet kocsikázni, lovagolni majd itt, tehát végül is itt lesz az egész csapat. Kovács Jenőnek nem csak a lovak tartása a hobbija, de remek zenész hírében is áll. Egy ideje szintetizátoron játszik, sokfelé hívják bálokba, rendezvényekre, ahogy mondja, közel 1000 dalt, nótát tud, és ha kell, kora estétől hajnalig játszik egyfolytában. Már kisgyerek kora óta vonzódik a zenéléshez, bár sohasem tanult tanárnál, csak úgy maga szorgalmából, autodidakta módon. Gyerekként a tangóharmonika volt a kedvenc hangszere. Saját magamtól. Én nem tanultam sehol. A tangóharmonikával kezdtem, végül is, és úgy alakult aztán ez. Volt egy zenekar, amiben játszottam, és akkor végül is úgy alakult, hogy billentyűs kellett, és akkor így áttértem arra. Ez olyan 7 évesen egyszer, november 7-én, ugye hát az annak idején egy nagy ünnep volt, és ott játszottam tangó harmonikával több ezer ember előtt. Tehát akkor már ez ment ez a dolog, de saját magamtól. Leültem is, meghallgattam egy számot a rádióba, és eljátszottam. A buszsofőr Kovács Jenő szabad idejében munkájától homlok egyenest más csinál. Zenél, lovakat tart, és nem gyárt elméleteket arról, hogy mindez miért van így. Ahogy megfogalmazta, egyszerűen csak szereti mindazt, amivel foglalkozik. Hát az biztos, hogy a fő dolog az a ló. Tehát a lovakkal kapcsolatos dolgok az nagyon. Hát aztán szeretem a munkámat is, tehát buszt is szeretek vezetni. Valamikor kamionoztam is. Tehát szívesen, amit csinálok, mindent szívesen csinálom. Nyilvánvalóan ugyanilyen szívesen végzi majd az egyesületi elnökséggel járó munkát is, bár nincs könnyű helyzetben. Egy klubban a tagok mindig az elnöktől várják a működéshez szükséges pénz megszerzését, a feladatok kijelölését, iránymutatást, az egyesület tagságának egyben tartását. Nem egyszerű feladat. Hát remélem, hogy a többiek is kiveszik a részüket, sőt, biztos vagyok benne, mert nagyon jó kis csapat, tehát már a mai napig is, ugye most ez körülbelül 3 hónapja indítottuk el ezt az egészet, de nagyon-nagyon sok segítséget kapok. De vajon mi a célja az egyesülettel, mi az álma? Talán az, hogy esetleg példájuk nyomán, munkájukkal jelentősen megszaporodnak majd a lovasok a városban? Ezt azért nem hiszem, de az, hogy az emberek meg a gyerekek, tehát minél jobban megszeressék, tehát tudják, hogy mi az. Mert mai nap is, tehát elmegyek az utcán, és a gyerekek megnézik, de nem mernek oda menni a közelébe, mert ló. Mert a szülők is elég sokan, tehát tisztelet a kivételnek, ugye, jaj, ne menj oda, mert az ló. Tehát ez a lovas dolog, ez nem így működik. Jó, vannak persze természetesen ilyenek is, olyanok is, de azért, hogy az a fiatal is ne úgy ismerje meg a lovat, mint egy ellenség. Mert a ló az akárhogy is nézzük, ugye régen is az embernek a társa valahol. És ezt azért mondom, hogy remélem, hogy minél több emberre meg tudjuk szeretetni. Mai műsorunk ezzel véget ért. Itt mondjuk el, hogy adásunkat május 31-éig a hét minden napján ugyanebben az időben megtekinthetik a helyi kábelrendszeren, vagy bármikor interneten a pusztaszabolcs.hu oldalon a Puszta Szabolcs TV főre kattintva. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozzunk következő műsorunknál is, viszontlátásra!